Hello mindenki, látsz vagyok, ez pedig itt az Assassin's Creed Syndicate 29. része. Előző részben Evie-vel és Henry-vel próbáltunk pár tervrajzot megszerezni, nem sok sikerrel. És az lett a vége, hogy Henry-t elrabolták, és ki kellett szabadítani, és összekaptak Evie-vel, és a többi, és a többi, és a többi. Lényeg a lényeg, most pedig politikai játszmák című küldetéssel megyünk tovább. 6-os szintűnek kell lennünk, 8-as szintűek vagyunk. Talán sikerül. Szóval, Jacob a miniszterelnököt, Disraelit keresi a Sinop klubban, hogy megtalálja a titokzatos Beat, akit Disraeli megölésére készül. Hoppá! Jó, reméljük sikerül. Nem tudom, miféle ármánykodás lészen itt. Majd mindjárt kiderül. All right, B. Who are you and what's your game? Ooh. Yippee. Érdel a Sinop klubot. Jó. First of all, most nem kőfejűek ellen kell hadakoznunk, hanem a rendőrök ellen. Éljenek a rendéber őrei. Oda kéne bemásznom? Civita Mother of Jesus. Ő itt körbe-körbe járkál. Ő csak ott áll. Oké. Úgy szerintem ez a kis kertecskénk úgy ki van takarítva. Ne ülj meg egy öcsem a Sinop klubban. Well, if it isn't my dear old chum, Mr. Disraeli. Now, Prime Minister, which of your friends is about to stab you in the back? The Corrupt Practices Bill is a vital step in reforming our government. If the majority party is allowed to dictate the results of contested elections, we can scarcely call ourselves free. If we yield up our rights by Bitter Courts, we can scarcely call ourselves free. This is so like you, Gladstone. You would rather throw your body upon the gears of progress than surrender one iota of power. By God, Disraeli, you are a fool. I'll not stand idly by and watch you grant parliamentary privileges with a mouth like he's got. No, certainly not. You'd rather return us to the yoke of tyranny. Perhaps while we're at it, Mr. Gladstone, we could repeal Magna Carta and return the crown to the bloody Stuarts. How dare you, sir? Merely because I do not wish to see government placed in the hands of judges, you would make these slanderous accusations? I'll not stand for it. Then I shall obviate the requirement. Good evening, sir. Vége van, de most meg fognak ölni. És hát le fognak csapni. Oh, hello. Te ki vagy? B, I presume. Okay, Jacob, gyalogolj ki magadtól. Terítsük le a krémet. Gyerünk, megvagy! Pleasure to meet you. B. B! My name's Herbert! Then why are you following the Prime Minister? It's just a job, sir! Some old bloke paid me to... Huh.
Hát ezt már nem tudjuk meg. Ajta. Flagman őszemély. Smug bastard. Kerüld el az orlovész összes lövését. Teperjük le az orlovészt. Nem feltétlenül lesz az jó ötlet, úgy érzem. Ez nem jött össze. Na, Jacob, mozdulj, please. Gyere csak ide! Megvagy! Az a csúszás nem kellett volna ott, úgy érzem az elején, és akkor sikerült volna. Hello. Hello, szia. Ébresztő? Bloody hell! Where did you come from? Well, I was born in Crawley, but that's by the by. Who are you working for? I never got his name. Old chap, big moustache, wore some kind of uniform. Who's ours, maybe? What's his game? Please, you'll kill me. And a three-story drop will shatter your legs and send you to the workhouse. Difference is, you can run from him. Tomorrow! Oh, my lads are going to attack the Prime Minister's carriage on the way to Parliament. Perfect. Dalolnak, mint a madárkák. Jó, kap egy ötöst. Mert béna voltam. De ez teljesen az én hibám volt. Nem arra kellett volna mennem. Szóval, megnyílt egy másik főküldetés, nem az üzlet. Szekvencia, a testőr. Jó, akkor ebbe gyorsan belekezdünk, amint találok egy közelebbi gyors utazási pontot. Megtaláltam, kitalálom, ez a Big Ben volt. Aha. Jó. Hajrá! Az a 250 méter gyalog. Aha. Annyi testmozgás kell Jacobnak most, hogy egy kicsit úgy... megjuggaldák körülbelül. A bűnözők most élve maradnak, nem érdekel. Nem tudok velük mit csinálni. Oh, sorry. Na. Itt az udvar közepén szerelitek a kocsit. Jó. Elvileg ide kell jönnünk. Vagy nem tudom. De az biztos. Testőr. Aha. Jacob figyelmeztetni akarja a miniszterelnököt a merénylőre, és szeretné kikérdezni, hogy megtudja a titokzatos B nevű egyenruhás kilétét. Már most értékelni akartam a küldetést, de mindegy. So much for the house call. I have to find a way into that carriage. Szivárogjak be. De hogyan? Jacob, te hogy most? Pont megfordultak, ez így nem lesz jó.
És csak idáig jönnek? Remélem. Aha, jó. Akkor szivárogjunk. What's the meaning of this? Who the devil are you? Prime Minister, I'm your new bodyguard, Jacob Fry. I wasn't informed of any new bodyguard. Who's your commanding officer? Let the boy speak, Dizzy. Madam, apologies. But we've learned of a threat on your life. And the Met thought it best to move quickly. Threat? What sort of threat? Yes, fighter. If you excuse me a moment. Okay. Halál rád. Jó repülést. Neked is. Még több? Ám legyen. Gyertek csak. Jó, halál. Neked is. Ó! Gyertek! Oké. Na már! Oké, oké. Rendben. Oké, sikerült. Úgy érzem. Nagyon remélem. What's all this? Not so fast, Your Excellency. Nem jött össze a dolog. Remek. Most mehetek utánuk. Jó, Jacob sok lesz. Igen, én is ezt gondolom. Get back here with that Prime Minister! Sorry. Hát ez nem fog összejönni. Oké, teljesen másik irányba megyünk, hello. Nagyon rossz, nagyon rossz. Nem leszünk jóba. Fél percem van. Nem lesz jó. Az lesz az, nagyon remélem. Aha. Gyerünk már! Nem pont ilyen bombát gondoltam. You have our
thanks, Mr. Fry. It was Gladstone. I bet my life on it. This is perfectly in keeping with his distinct lack of character. Show yourself, Gladstone! Show yourself, you feckless mutt-snipe! Well, he's hardly going to be in the van with a punch or what, yeah, is he? Okay. Easy does it. Oké, megvagyunk. Damn Gladstone, that bloody man. He will pay for this. Thank you. What do you intend to do about Gladstone, young man? I assure you, madam, Gladstone is innocent in this. But he tried to kill my husband. Well, we'll look into Gladstone. Perhaps you can help me with another inquiry, madam. A gentleman with ties to Parliament, older, wears cavalry uniforms and has a large mustache. You seem like a rough and ready sort of fellow, Mr. Fry. Well, yes, I am, actually. And are you familiar with the poorer districts of our city? Roughly. Wonderful. As it happens, I've been eager to tour the Devil's Acre. If you were to escort me, I'd be happy to assist you in your inquiry. That strikes me as a dangerous idea. Then it's settled. Come back here to Downing Street tomorrow night, 8 o'clock sharp. Good day, Mr. Fry. But I... Good day, Mr. Fry! Hát jó, furcsa néni. Hármas, mert utálom a hintos küldetéseket. Ez olyan, mint a Black Flagbe a hajós küldetések, szóval... Já. Yeah. Mrs. Dizzarelli sofőrje. Egye kefe. Csináljuk meg, ha már itt vagyunk. Ja, hogy meg kéne kerülni a házat. Jó. Másik oldalon van. Akkor ez most ott marad. Oké. Okay. Szóval, Marianne Dizrelli. Fogalmam sincs. Szeretné megnézni a Devil's Acre-t, amihez új testőre Jacob segítségét kéri. Menjünk! Teljesítsük a néni kívánságát. Madam? Ó, kutya! Ready to take the air? Devil's Acre should just be coming alive. I'm afraid I must cancel our engagement. The lawn is crawling with scandal-hunting journalists, and I simply cannot be seen in the company of someone so... I'll see them off. You follow along when it's clear. Yes, yes. Be gentle, won't you? The press are notoriously touchy about any violence to their person. I'll barely ruffle a hair on their heads. Shh, Desmond. No. Desmond, hello. Jó, tereld a figyelmet a helyi rikkancsal. Jó. És hol találok olyat? Az egy bolt. Ha, te volnál az? That's yours, if you can get those chaps over there to follow me. Right you are, sir. De jó, hogy Clarával jóba vagyunk. És az ő gyerekeivel. Best lead them astray before they tear me to shreds. Mr. Bancroft, what's coming up next for the Prince of Wales? Will you be performing Mr. Robertson's new work? Who will you be playing? Any comment on the notices for the play? Hova kéne elmenekülnöm? Kezdjük azzal.
Ezek most engem követnek, jó? Oké, most már nem. Neatly done, young man. Dizzy ought to keep you on to deal with the liberals. Now. Oké. Remélem messze van. Ah, annyira nincs. In the cart, it's the prime minister's wife. I really must not be seen here, Mr. Fry. Yeah. That's the way. Jó. Lehet, hogy teljesen rossz irányba jöttem, de mindegy. Steady on. Kanyar. That's a girl. In the carriage. Get after them. Let us avoid these vultures. Yeah, rossz úton áll, mindegy. Yeah. Rossz oldalon közlekedem. Ups, kivízünk egy fát. Jó, mégse. Remélem többen már nem lesznek itt. Hoppa, hoppa, hoppa. Who's a good horse? You are. Easy now. A verő legények ne vegyenek észre. Oh, what a rough place. Give me your arm, Mr. Fry. Let us see what the Devil's Acre has to offer. Jó, ne vegyenek észre. Reméljük, sikerül. Is your dog quite all right? Oh, Desmond's fine. He's just not over fond of strangers. Or cats. Jó. Merre kell mennem? Ez így nem lesz jó. Nem sikerült a dolog. That was quite the thrill. Shall we see what awaits us deeper in the acre? Desmond, what's got into you? Közben nem tudok támadni, ha jól tudom. Ja. Na, engedjetek. Remarkable how the working classes occupy themselves, isn't it? Very industrious, I'm sure. Shall we go? Na, halljál már meg. Na. A kecske miatt nem tudunk menni. Jó, hát ez egy ilyen lehetetlen küldetés feeling. Ne hátrálj már annyira, hello! I imagine you're the terror of London's underworld. Now let us continue. I'm so sorry. I have no earthly idea what you're talking about. Mrs. Disraeli. Disraeli, okay. Murder! Murder! There's been a murder! Jó, erre talán nem lesz banyek.
Ne menj olyan messzire, hello! Poor soul. Még mélyebbre kell mennünk. Look at those two. Yes, they seem to be I've been married twice, Mr. Fry. Oh. I'm fully aware of what they're doing. God bless them. Why would you want to kill me? Please. Don't do it. Maradj itt, néni. Mondom, maradjál ott. Gyere már, hello. De ez mond übercuki kutyus, de akkor is. Na, te meg a zsong. Zsonglar kötsz. What sort of meat is that man selling? Best not to ask. Why? Is it something dreadful? Is it rat? I don't mean to be indelicate, given the present company, but another name for it is bow wow mutton. Here we are, the old one. Okay. Nagyon cuki ez a kutya. This is a pint, is it? Remarkable. Hát, te ki vagy. Ne, elviszik Desmondot. Nice doggy. Gondoltam. Oké, megvan. Good boy, Desmond. Hand over the mutt. You'll change your tune when me and my friends find you. Hirtelen milyen bajszod lett, meg szakálad. Now then, Desmond, to get you back to your mistress, whom I've just left entirely unattended in one of London's most dangerous pubs. Miért nem repülök meg? Well, if you never told your father how you felt about him, how was he supposed to know? I never thought of it that way. I suppose deep down we all just want to be loved. Just so. Here, have a sweetie. Oh, Desmond and Mr. Fry, I'd like you to meet... Oh, I'm sorry, I didn't catch your name. John the Tosser. Charmed. I think we'd better get you home. Right you are, Mr. Fry. Come along, Desmond. Hihetetlen az a táskás kutya. Nagyon jó. Közben egy pszichiátriát nyitott körülbelül a néni. Well, well, well. If it isn't the dog walker. Now, let's not do something we'll regret. Na, titeket még elgyepálunk, úgy érzem. Let's go. Yeah. Keep moving. Észrevétlen vagyok, nem? Well, I must thank you for a okay. Most energetic Opa. And enlightening evening, Mr. Fry. No. Thank you, madam. Perhaps now you might tell me about the man in the hussar's uniform. Quite right. Lord Cardigan is the gentleman you seek. Tiresome man. Always blathering on about his military adventures. Do you know where I might find him for a private conversation? I do indeed.
He's in town now, as it happens, campaigning against the Corrupt Practices Bill. Easy. You could catch him in the Palace of Westminster. Oh, do be careful. The government could ill afford another scandal. I assure you, I'll be very discreet. Okay. Easy, girl. Hazaüttettük a nénit. Your stop, madam. My stop. How delightful. Thank you. Thank you for a splendid evening, Mr. Fry. I shall be sure to speak highly of you to Dizzy. Oh, yes. Jó. Majdnem összejött a dolog. Jó, azért kap egy ötös, mert én voltam megint a béna. Mert nem tudtam, hogy a néni karját el is lehet engedni. Szóval. Ennyi lenne ez a rész, remélem tetszett nektek. Ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek. Következő részben, ha minden igaz, Eevee küldetéssel megyünk tovább. Yep. Igen. Méghozzá... Félrenyomtam, pardon. Szóval, a bank visszarámolása talán? Igen, az a küldetés lesz a következő, lesz egy-két szörnyű büntet, kis területfelszabadítás, és mi egymás, ahogy éppen időnk engedni, és reméljük sikerül. Egyre közelebb jutunk mindenhez, amit Jacob és Eevee szeretnének elérni. Szóval, igen, remélem várjátok. Köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót! Sziasztok!